Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Két politológus érdekes műhely beszélgetésének lehettek tanúi mindazok, akik szerdán elfogadták a Civil Összefogás Fórum helyi szervezetének meghívását Dombóváron. Tóth Zoltán politológus, Dombóvár város önkormányzatának képviselője, Kiszeli Zoltánnal a Kodolányi János Főiskola és a Századvég politikai iskola tanárával beszélgetett. Menni vagy maradni címmel tartott fórumot Dombóváron Kiszeli Zoltán politológus. A rendezvényt Futó Péter, a CÖF helyi szervezetének vezetője kezdeményezte azzal a céllal, hogy a helyi közösség hiteles tájékoztatást kapjon az aktuális európai és magyarországi politikai helyzetről. Elmúlt évben is, illetve a korábbi években is többször tartottunk ilyen rendezvényt. Tavaly évben vendégünk volt Szentesi Zöldi László, aki szintén egy nagy sikerű előadást tartott itt a dombóvári polgárok számára. Több témát is érintettek a párbeszéd folyamán, így az ideológia által vezérelt gazdaság következményeit, a németországi politikai hatásokat, valamint Európa és Magyarország helyzetéről is megosztották véleményüket, gondolataikat a hallgatósággal. A 100 éves évforduló kapcsán a trianoni békediktátum aktualitásáról a következőket mondta Kiszeli Zoltán. Igazából mindenért keményen meg kell dolgoznunk. Azt látjuk, hogy az Európai Unió egy keretet ad a trianoni békediktátum békés túlhaladására, hogy például a Schengeni övezeten belül nincsenek határok, és hát sikerül olyan eszközöket igénybe vennünk, amelyekkel rákényszerítjük a szomszédos országokat, hogy az ott élő magyaroknak biztosítsák a jogaikat, illetve azt is látjuk, hogy a mostani békés helyzetben Magyarország erősödik, és a polgári kormány egy olyan politikát folytat, amelyben a pénz már nem áramlik ki Magyarországról. A kommunikációban legtöbbet hallatott kérdéskörről a migrációs problémáról és a múlt év végétől hangsúlyos klímaváltozásról is elmondta véleményét. Egyértelműen kijelentette, hogy mindkettő fontos az európai polgárok számára, de nem ezek a legfontosabbak. Az embereket a megélhetésük, a lakhatásuk, a munkába járásuk, az egészségük és az oktatás problémáinak megoldása érdekli leginkább. Csak ezek után következik a közbiztonság és a klímaváltozás. Azok az országok, amelyek együttműködnek Magyarországgal, jól járnak, amelyek viszont nem működnek együtt Magyarországgal, azok konfliktusra számíthatnak. Látjuk Románia és Ukrajna esetében, hogy Magyarország kiáll a határon túli magyarokért, és ki követeli azokat a jogokat, amelyek az ott élő magyaroknak garantáltak. Így lehet szerintem túlhaladni Trianont, hogy egy erős Magyarország, a magyar nyelv, a magyar gazdaság visszaintegrálja a Kárpát-medencét. A klímaváltozást nem szabad tagadni, változik a klíma, az emberi tevékenység nyilván hat a környezetre, ez vitathatatlan. Azonban, hogy a klímahisztéria lenne a legfontosabb problémánk, ezt valóban érdemes megkérdőjelezni. A klímahisztériát a nyugati mainstream elit azért használta az európai választás előtt, hogy ne a migrációról kelljen beszélni. És tudom, hogy Magyarországon ez hihetetlen, de Nyugat-Európában és Amerikában van egyfajta lecsúszás. Nem hozzánk képest, meg a szomáliai éhezőkhöz képest, hanem a saját szüleik, nagyszüleik vagy Angliájához, Németországához képest, és erről is el kell terelni a figyelmet, az átlag nyugat-európai a globalizáció vesztese. A munkahelyek Kínába vándorolnak, a vendégmunkások, migránsok meg hozzájuk, egyre kevesebb pénzből egyre több embert kell eltartaniuk, és hát ez az életszínvonal rovására megy. A helyi szervezet folytatja a fórumok szervezését, a jövőben tervezik újabb neves szakértők meghívását. Kaposszekcső újonnan megválasztott polgármestere tovább szeretné vinni azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyeket az elmúlt ciklusban a képviselőtestület tagjaként már támogathatónak ítélt. Badáci Csiba Zsuzsanna azt mondja, a település továbbra is meghatározó lesz a térség fejlesztésében. Badáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső új polgármestere, 3 gyermek édesanyja. Az előző ciklusban is tagja volt a település önkormányzatának. Tanult mestersége szerint település és területfejlesztési geográfus. Számos projekt lebonyolításában vett részt. Azt mondja, a helyi ügyek intézése nem politika, sokkal inkább a településének szeretete. Én azért pályázatíró voltam, és önkormányzatoknak, társulásoknak, egyéb szervezeteknek én azért elég sok pályázatot írtam az elmúlt 15 évben. Most meglátjuk, megnézem a másik oldalát is. 5 éve voltam képviselő, akkor az előző polgármester asszony kért fel, hogy indulja képviselőnek. Én azt mondom, hogy sikeres 5 éves cikluson voltunk túl vele, mint képviselőként is, úgy érzem. És utána, amikor ő úgy döntött, hogy nem indul, akkor vágtam én bele, hogy akkor én megpróbálom. Mindenki mindenkit ismer, és mégis máshogy kell megfelelni. Látjuk azt, hogy mit kéne fejleszteni,
de mégis más ezen az oldalon, hogy más jön ki, hogy tényleg meg lehet-e csinálni, nem lehet megcsinálni. Kihívás az, hogy ott, ahol született az ember, tud-e valami újat mutatni. Ugye saját hazájában senki nem lehet proféta, és mégis meg kell próbálni, hogy el tudunk-e érni jó dolgokat, és hogy össze tudjuk elkovácsolni az embereket. Sokat tanultam az elmúlt 5 évben a képviselőségem alatt, amire most úgy azért tudok alapozni is, illetve hát az, hogy gyakorlatilag lényegében részben ezt is tanultam. Tehát ez segít ebben. Tudtam, mit kéne csinálni Kaposszegcsőn a fejlődés érdekében, hiszen benne voltam a folyamatokban. Ezeket a célokat tűztem ki a következő 5 esztendőre magam elé, mondja. Igyekszünk a lakosságnak a kéréseire reagálni, folytatjuk az elkezdett fejlesztéseket, új fejlesztéseket elkezdtünk tervezni. Gyakorlatilag vannak nagy célok, amik nagy összegeket igényelnek, így csapadékvíz elvezetés, a liget lakótelepnek a tényleges rendbetétele, aztán igazából az iskolának szeretnénk egy új szárnyat, tehát ezek hatalmas beruházások lesznek, és ezek azt mondom, hogy lehet, hogy ebbe az 5 évben nem is tudnak megvalósulni oly mód, ahogy szeretnénk, de az alapjait szeretnénk ennek megteremteni, illetve nyilvánvaló, hogy csapadékvizet és az egyébeket szeretnénk már most megcsinálni, de nyilván nem az első fél évben lehet ezt elkészíteni. Aztán amik most voltak, hogy igyekeztünk megcsinálni, azok továbbvinni a megkezdett beruházásokat, elkezdeni azokat, amik már nyertek, ezeken kicsit módosítani úgy, ahogy tényleg meg lehet valósítani. Ugye mindig vannak olyanok, hogy ahogy tervezi az ember, úgy nem tudja megvalósítani. Tehát ezeket a közösségi ház felújítása például, ugye abban benne is voltam már a pályázat készítési szakaszba, azt most valósítjuk meg, programokat szervezünk abból a pályázatból. Aztán voltak líderes pályázataink, ami már a zárásnál vannak, tehát ezeknek a befejezése volt feladat most az elmúlt időszakban, illetve próbáltunk ilyen apró módosításokat eszközölni, ami hát nyilvánvaló, hogy minden vezetőnek a más szájíze a munkába ugye megnyilvánul, és ezeket próbáltuk bevezetni. Kaposszegcső mindig húzóerő volt a térségben, hiszen van ipari parkja, vannak intézményei, szóval meghatározói vagyunk a Kapos mentének, és ezt a szerepet a jövőben is meg akarjuk tartani, tette hozzá. Nagyon sok megkeresés volt arra, hogy én legyek a polgármester. Remélem a bizalmat meg tudom majd szolgálni. Kaposszegcsőn nem voltak, tehát volt megosztottság régebben, de mindig mindenki a falunak az érdekeit nézte, és szerintem ez most is így lesz. Mennyire része a magyar sport dicső korszakainak ismerete az általános műveltségnek? Dombóváron megadták a kérdésre a választ. Az Éj és Gyula gimnázium szervezésében ugyanis egy olyan országos, több fordulóból álló pályázaton vesz részt a város 3 közép és ugyanennyi általános iskolája, melynek választott témája a város leghíresebb sportolója, az aranycsapat játékosa Buzánszky Jenő volt. Egy sportvetélkedő, amely nem a pályán, hanem az íróasztaloknál és a kibetítő előtt zajlott. Egy sportvetélkedő, amely több eseményből is áll, és nem az olimpia vagy éppen a labdarúgó világbajnokság okán írták ki. Egy sportvetélkedő, amelyen szóbeli és írásbeli feladatokat kellett megoldani. Egy sportvetélkedő, ami Dombóváron egy országos pályázat sikeressége okán jött létre. Kizárólag általános és középiskolás fiúk versenyeztek, 6 iskola, 14 csapata küzdött meg egymás. Ki tud többet a város híres szülöttéről, az 50-es években világverő magyar labdarúgó aranycsapat dombóvári játékosáról, Buzánszky Jenő pályafutásáról, egész életéről, kiemelve benne a dombóvári vonatkozásokat. A másik fő témában az is kiderült, mennyire járatosak a vetélkedőre egyébként már jó előre készülő fiúk-lányok a magyar sportolók olimpiai sikereivel kapcsolatosan. Leszűkítve a témát, a mindmáig legsikeresebb magyar szereplésre az 1952-ben lezajlott nyári olimpiai játékokra Helsinkiben. A főszervezőt és a zsűrit is kellemes meglepetésként érte a dombóvári gyerekek komoly lexikális tudása. Iskolánk leghíresebb öreg diákja Buzánszky Jenő, akivel örülök neki, hogy igazgatóként is személyes jó barátságot ápoltam, és ez volt az apropója annak, hogy az ő életművéhez kapcsolódó eseményekről emlékezzünk meg. Nagyon-nagyon sok tanulnivalója volt a gyerekeknek, annyit már elárulhatok, hogy rettenetesen sok pont született az írásbelin,
a Jenő bácsi életén kívül a hozzá kapcsolódó 54-es labdarúgó világbajnokságra, meg az 52-es Helsinki olimpiára vonatkoznak a kérdések, nem csak őre, hanem a leghíresebb magyar sportolókra. Mi is egy tesztet csináltunk a két forduló az írásbeli és a szóbeli közötti szünetben. Egyik riportalanyunktól az aranycsapat tagjainak azonnali felsorolását kértük. Nem csak Puskást ismerte a gimnáziumi csapat oszlopos tagja. Lóránt, Lantos, Buzánszky, Bozsik, Puskás, Zakariás, Hidegkuti. Budai kettő? Budai, Bozsik. A város szülöttének nem közismert magánéleti szokásait is tudni kellett. Az Ilyes Gyula gimnázium csapatában az egyik hőtag volt ezekből napra kész. Pont a mi termünk, ahova mi járunk, igen. Aha. És ki van rakva az életrajza és a falra, úgyhogy nagyon jó. A Magyar Olimpiai Akadémia tagja is ott volt a zsűriben, mellette pedig helyet foglalt a Magyar Vízilabdasport képviseletében a közelmúlt sikercsapatainak élő legendája Steinmetz Barna, míg a Kemény Dénes írában kétszeres olimpiai bajnok lett. Több olyan feladat volt, ahol valamilyen vonatkozásban vízilabdázó sportoló szerepelt a kérdések között, és a többé-kevésbé jó válaszok születtek. És lehetett látni a tesztlapokon, hogy egyéb sportágat illető kérdésekben kicsit gyengélkedtek a nebulók, de a futballal kapcsolatos, és különösen Buzánszky Jenővel kapcsolatos tesztkérdésekre viszont kiválóan válaszoltak. A futball és a vízilabda változatlanul a nem sportoló gyerekek sportos érdeklődésének ma is ott van a csúcsán. Őseink hagyatéka címmel nyílt a sváb emlékeket bemutató tárlat Dombóváron. Frucht Ferenc, a Magyarországi Német Nemzetiségi Egyesület elnöke a megnyitón elmondta, hogy sok szorgos kéz munkájának köszönhető az igényesen összerakott gyűjtemény. Megnyitjuk a megújított Őseink hagyatéka kiállításunkat, amely két helyiségben mutatja be mindazokat a dolgokat, tárgyakat, számunkra érzelmileg is kötődő dolgokat, amit az élet során az idősebb korosztálytól megörököltünk. Őseink hagyatéka címmel nyílt a sváb emlékeket bemutató tárlat Dombóváron. A helyi német nemzetiségi önkormányzat támogatásával, valamint a kistérségben élő német felmenőkkel rendelkező polgárok segítségével jött létre a kiállítás. Egy korábbi hagyatékokkal berendezett szoba kibővítésére nyílt lehetőségük közösségi összefogással. Csikóstötősről, Attalából, Kaposszekcsőről gyűjtötték össze a sok bútort, ruhát, eszközt és emléket. A Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesületének tagjai lelkük egy darabját adták oda ezekkel az emléktárgyaikkal. Rokka, bölcső, sparhelt, régi fotók és kézzel vart népviseleti ruhák találhatók a két helyiségben. Mi szerettük volna, hogy a szokásos formát egy konyhai, meg egy szobai részt ki tudjunk alakítani, mert ehhez voltak meg az eszközeink, butoraink és a ruhák. Ennek a munkáit végeztük az elmúlt évben, és sikerült az idei év elejére összeállítani, és ez alkalommal szeretnénk bemutatni a közösségnek, amikor megalakult az Egyesület, rendkívül sok anyagot hordtunk össze, a különböző szakmák, különböző ruhák, különböző eszközök, butorok, összejöttek, de csak épp az elhelyezésükkel volt baj, mert olyan mennyiségről kellett gondoskodni, hogy nem tudtuk igazán megoldani. És hát különböző átalakítások történtek az épületbe, meg az egész egységbe. Ennek a lefutása közelmúltba fejeződött be, és innen tudunk újra a múzeumként bemutatni, most már be is lehet menni a helységekbe, mert az eredeti állapotába ketten bementek, akkor egynek mindig ki kellett jönni, olyan kicsi volt a hely. Az Egyesület elnöke a megnyitón elmondta, hogy sok szorgos kézmunkájának köszönhető az igényesen összerakott gyűjtemény. Minden egyes tárgyhoz emlék fűződik, és ez teszi igazán értékessé a tárlatot. Miért csináljuk ezt a kiállítást? Valahol olvastam. Aki nem ismeri a múltját, annak jövője sincs. Mi is összegyűjtöttük azokat a tárgyakat, melyek a személyes emlékek, melyekhez személyes emlékek is fűznek,
Azért, hogy megmutassuk gyermekeinknek és unokáinknak, és átadjuk azt a szeretetet, megbecsülést és tudást, amit megőriztünk elődeinktől. Nekünk, akik összeszedtük és az emlékeinket is hozzá kölcsönözzük ezekhez a tárgyakhoz, ezeknek számunkra érzelmi kapcsolatunk révén rendkívül nagy értéke van. Egy külső szemlélő csak egy-egy darabot lát, de akik itt a gyűjtést és a kiállítást összerendezték, valamennyien a saját érzelmeiket is bevitték ezekbe a berendezési, illetve ruha formákba. A múzeum azért érdekes, mert az utolsó pillanatokban sikerült ezeket a ruhákat, bútorokat, eszközöket összeszedni, mert a fogyasztói társadalomban ez a sok időt megélt holmi, ez nem igazán érték, mindig újat akarnak vásárolni, mert az tekintik célnak. Mi azt szeretnénk, hogyha az unokáink, gyermekeink ugyanúgy értékelni tudnánk az őseink, nagyszüleink által összegyűjtött, megalkotott, mert ők maguk csinálták többségében ezeket a dolgokat, ahogy mi értékeljük ezeket. A kiállítás Dombóváron, a Német Házban tekinthető meg előzetes egyeztetés alapján. Az Egyesület arra is vállalkozik, hogy a bemutatók német nyelven hangozzanak el. 2019-es évjárat borász szemmel országos szinten is a kimagasló évjáratok közé fog tartozni, ugyanez volt tapasztalható Csikóstőtösön, hangzott el a település borversenyén. A helyi és a környékbeli termelők 27 bor és 55 pálinka mintával neveztek. Nagyon őszinte szívvel gratulálok Szűcs Zsoltnak, nagyon csodálatos bort állított elő. Ilyen vörösbort szinten nagyon ritkán lehet találni, egy kellemes, tisztasága kiváló, nagyon kellemes, intenzív illataromája, és az ízaromák kölcsönösen kiegészítik, fokozzák az íz élvezeti értékét, a bor élvezeti értékét, úgyhogy megérdemelten veheti át ezt a megtiszteltető díjat, és gratulálunk neki, és azt kívánjuk, hogy ilyen sikerekben legyen még részletek. A 2019-es évjárat országos szinten a kimagasló évjáratok közé fog tartozni, és mindez visszajelzésként megjelent a több éves hagyományokkal bíró Csikóstőtösi bor és pálinka versenyen, mondta Kovács János borszakértő. A helyi és a környékbeli termelők 27 bor és 55 pálinka mintát adtak le. Az első borverseny után már nagyon pozitív a tapasztalatom a borok minőségét illetően. Azt tudjuk, hogy országos szinten is, bár az időjárás mindenben nem kedvezett a szőlő termesztéknek, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy a 2019-es évjárat országos szinten a kimagasló évjáratok közé fog tartozni. Itt Csikóstőtösön mi ugyanezt tapasztaltuk, a borok nagyon szép, bársonyosak voltak, nagyon jó volt az ízharmóniájuk, nagyon jó volt a lecsengésük, úgyhogy kiváló minőségű borokat kóstolhattunk, mind a fehér borok, mind a rozé borok, mind pedig a vörös borok esetében. Na most azt azért természetesen el kell mondani, hogy mindig vannak hibák, itt is követtek el kisebb-nagyobb hibákat, ezekre a termelők figyelmét felhívjuk, hogy a jövőben jobb minőségű borokat tudjanak előállítani, hisz ez a célja ennek az egész tevékenységnek, és általában nagyon szívesen meg is fogadják a tanácsainkat. Kreb Imre polgármester elmondása szerint fiatalodik azoknak a köre, akik beneveznek a bor és pálinka versenyekbe. Mindez annak köszönhető, hogy a zsűri kritikus szemmel, de jó pedagógiai érzékel áll hozzá, hogy az ő általuk előállított boraikat, pálinkáikat értékelje. Láthatóan fiatalodik a korosztály, aki a bor és a pálinka versenyeken megjelenik. Ezt köszönhetjük annak, hogy a zsűri is kritikus szemmel, de jó pedagógiai érzékel áll hozzá, hogy az ő előállított boraikat, pálinkáikat értékelje, próbál hozzátenni ahhoz, amit a saját maguktól megtapasztalnak. Itt ez alatt a 13 év alatt, amióta nálunk ez a bor és pálinka mustra van, azóta egy olyan kis közösség kovácsolódott össze, akik a helyiekből
szinte minden alkalommal itt vannak, és mivel hírek van annak, hogy itt azért minőségi termékek vannak, és nagyon jó zsűri bírálja a felhozott párlatokat és borokat, ezért egyre többen jönnek, és a fiatalok is vállalják azt, hogy foglalkozzanak a gyümölccsel, foglalkozzanak a szőlővel, és megvan a technikai felszerelésük ahhoz, hogy jó minőségű italt saját maguknak és a barátaiknak, vendégeiknek oda tudjanak tenni az asztalra. Az ünnepélyes eredmény hirdetésen a boroknál 14 arany, 7 ezüst és 6 bronz oklevelet osztottak ki. A pálinka mustrán a sárga barack bő termésének köszönhetően ez a gyümölcs vitte el a prémet. A gyümölcs valójában középminőséget adott. Aki aranyérmet kapott a pálinkájára, nagyon nagy dicséret illeti, gondos munkával lehetett ezt csak elkészíteni. Itt a főzőberendezéseken, a főzdéken, az otthonfőzésnél, a gondosságon, tisztaságon is múlik a pálinkának a minősége. A tavaly évben nem volt jellemző a nagy mennyiségű törkölypálinka a gyümölcs termés miatt. Sajnos előtérbe szorult az, hogy valakinek van gyümölcspálinkája, akkor a törkölypálinkát már nem készíti el, mellékes pálinkának tekinti, holott a legegészségesebb pálinkánk a törköly, a szőlőmag és a szőlőmag olaj miatt. A pálinkáknál a bíráló bizottság elnöke 15 arany, 12 ezüst és 28 bronz oklevelet adott át. Az év boradíjat Szűcs Zsolt, Zweiger bora, az év pálinka díjat Csepregi Lőrinc Anikó megypálinkája nyerte el. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!